Budapesten jöttem, az egyedüli gond volt, hogy találjunk egy időpontot, ugye, ami alkalmas, de szerencsére nekem is elindult az egyetemi félét, és akkor kirajzolódott, hogy mikor van olyan rés, szabad idő, hogy eljöhetek, úgyhogy köszönöm a meghívást. Miért is választottuk valóban ezt a témát, hogy a család és az iskola viszonya? Mert egy egészen más optikából fogjuk most közelíteni, mint ahogy amíg belegondoltatok, hogy na itt most miről lehet szó, hogy a családról, majd akkor mondok fontos dolgokat, meg az iskolával való együttműködésről. Nagyon különleges vágányt választottunk, ami megközelítik ezt a kérdést. Ez valójában a pszichológiai ismereteknek egy szükséges tára, ami ott kezdődik, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy meddig terjed az édesanyja, a szűk család feladata, és az miben áll. Tehát mi lehet az, amit mi kell, hogy szolgáljunk pedagógiai szakismeretekkel, hogy a szülők, és például a jövendő anyák vagy a szülők tudják, hogy nekik már ott a létkezdetén milyen feladataik vannak ahhoz, de hogy megtanulják. És egyszerűen a pszichológiai ismeret eljusson hozzájuk, hogy tudják azt, hogy nekik mi a dolgok, minden szülőnek az a vágya, vagy hát többségnek az a vágya, ha csak nem szólítja valami kétségbejtő anyagi helyzet, hogy arra kell a energiáit koncentrálni, általában a szülő arra törekszik, hogy a tőle telhetőt megadja a gyerekének, de ha nem tudja, hogy mit kell annak érdekében tenni. Például, hogy a stresszekkel szemben golyóálló legyen az az ember, ha felnő, az a gyerek, ha felnő, de ha nem tudjuk, hogy mit csináljunk ennek érdekében, akkor esetleg esékeny lesz idegrendszerileg a gyerekünk sokféle hatás következtében, amit a kor rám szúdik. Tehát, hogy pontos ismereteket rakjunk össze, tehát itt lesz, hogy úgy megyünk végig a fejlődés szakaszain, hogy pontosan meghatározunk, hogy ezért a szülőfelelős édesanyja, családi környezet, és mit tud tenni, persze nem csak, hogy te vagy a felelős, nem egymásra mutogatásról van szó, hanem pontos feladat, úgy is mondtam, már a vázlatban ezt tudtam, hogy kompetencia meghatározások. Ki kiben illetékes, kinek mi a dolga, és hogy nem számon kérésben, hanem egyszerűen tudásban, mit kell egymásnak nyújtanunk annak érdekében, hogy milyen közös célja megvalósulja, hogy egészséges, strand az élet nehézségeit és terheit viselni tudó gyerekeink legyen. Hát akkor ott indulhatunk ezen az úton, hogy 3i lesz a útjelzőnk, 3i, amihez fogalmakat kötött. Az első az introjekció. Ez mit jelent ez a fogalom? Amikor a létkezdetén vagyunk, akkor a más születendő gyermeknek az szinte a tervezett, hát normális esetben tervezett gyermeknek, tehát akik várnak a szülei, a sorsa, már ott kezdődik az idegrendszeri egyensúly és épség szempontjából, hogy az a jövendő édesanyja, az a kismama, milyen módon viszonyul a saját áldott állapotához, hogy a szerhességnek érzi-e, vagy valóban áldott állapot, örül-e a jövendő gyermeknek, és hogy mi az a gyermeknek a fogadtatása. És ilyen szempontból saját, most frissen elvégzett kutatásaink eredményeiről szeretnék néhány szót szólni, amely szerint azok az anyukák, akik úgy vannak egy nagyon akár jó élettársi viszonyban a párjukkal, ahol nincsen egy szentesített kapcsolat, tehát nincs az összekötött, és hogy égi-földi mindegyre valamilyen állás nincs rajta, ott sajnos azt kell mondja, vizsgálva ezeket a kismamákat, szorongóbbak, és nem tudjuk megmondani azokát, hogy miért, mint azok a kismamák, ahol abszolút biztos, stabil kötelékben tudják, férjem van, és ez a férj ekkor és ekkor volt az anyakönyvi bejegyzés, vagy ekkor és ekkor kaptuk rá az áldást. Mindenki gondolhat, amit csak kíván, én tárgyilagosan leteszek egy kutatási eredményt, és ebben azt, ami tudott a női agyról. A női agy számára alapvető az egészséges működéshez egy tökéletes társas biztonság. A nő számára az, hogy biztonságban vagyok. Azt elsősorban a párja tudja megadni, aki ha biztonságban tartja, hogy az a kapcsolat olyan, amiben ő valóban számíthat a párjára. És ha másképp nem számíthat, akkor azáltal számíthat, hogy a jogi kötelék megnehezíti, hogy elhagyja. Úgy látszik, ami agyunknak szüksége van erre, ami női agyunknak erre a különleges biztonságra, amit a világ felé megad az, hogy valaki minket elvállal. Na most hát indulunk a létkezetén. Elsői azt mondta, introjekció. Mindjárt kimondom, miről van itt szó az introjekcióban. Valójában a megszülető gyermek, már a méhen belüli úton is ez intraszimikus folyamatok, tehát belső lelki folyamatok szerveződnek már, miközben a kis sejtei osztódnak, mert felfedezték egy Thomas Fermier nevű szerző, egy francia
tehát az intrauteri folyamatokat kutató orvos, felfedezte, hogy úgynevezett sejtmemóriával kell számolni. Tehát ami sejtjeink miközben exportnak, a genetikai programok továbbítják a sejteknek, és egyben azokat a intrauteri méhetemői környezeti hatásokat, amik a gyermeket érik úgy, hogy ami az anyám kívül, az a babát is éri, ez így kell. Felülő sejteket is ugyanaz mindjárt az éri. Ezt a sejteknek a memóriája, a DNS struktúra fölveszi, rögzíti. És ezért van egy olyan mély sejtszintű bevésődés, hogy minden, ami történik, az leképeződik és megőrződik, és ezek meghatározzák már a későbbi, a születés utáni időszakot, hogy mennyire vagyunk rá tekintünk hogyan. Tehát egy biztonságos, olyan áldott állapot viselése, hordozása, amikor a gyerekek szeretettel várják, amikor a gyerekkel, a babával felveszik a kapcsolatot, hogy már hallottatok róla, a baba-mama idénk. És ezek nem pszichológiai fantazmagóriák, hanem egyszerűen még mikor nincsen fülük, már bőrhallás van, és ezért az az idegrendszeri kis rész, ami később a hallásnak a központja lesz, kezdetben a bőrből vesz föl idegületeket, és így a bőrnek az érzetei ott raktározódnak el, ami később bekerülnek a hallásba. És sok-sok mindent tudnék még arról mondani, hogy micsoda csodákat fedezett fel az intrauteri pszichológia. Egy biztos, hogy a jövendő gyermek testi, lelki és kapcsolati egészségének a bölcsője záloga már az, hogy milyen az a folyamat, amiben valóban várt a baba, amiben a magával való érzelmi kapcsolat olyanképpen alakul, hogy így gondoljátok el, olyan kísérletek vannak, amik egész többenetesek, hogy egy mama, várandós mama, ha a gyermekének oda gondol, tehát egy kicsit befele figyel, és oda gondol, és ráteszi a kezét a gömbölyödő vasára, ahogy József Attila, a gömbölyödő kis hasunkat simogatjuk hajnalban, ugye ráteszi a kezét a vasára, a baba válaszol, és egyszerűen interakció történik, és ezért a hangját például a mamának, sőt, ha a baba megengedi magának azt, hogy a jövendő babával olyan kapcsolatot vegyen már fel, hogy csak a mama közelében, vasárnap közelében, ott ül, beszélgetnek, egyszerűen kiválasztja a megszülető újszülött szinte sok hang közül, odafordul, mikor hallja az édesapja hangját. Korai belésődések vannak. Különleges, ahogy a sejtek memóriája rögzít minden, majd pedig a kialakuló idegrendszer természetesen plasztikusan minden rögzít. És ezért, ami történik velünk az intrauteri időszakban, mihen belül, az egy olyan alapvető mintázatot, lenyomatot képez, ami az idegrendszernek azt lehet mondani, hogy alapműködését megszabja. És akkor ugye csodálkozunk rajta, hogy mennyi a korai fejlesztési feladatunk. Mennyi az olyan furcsa, a hiperaktivitástól kezdve olyan problémákkal találkozunk, amik már elérik ugye a patológiás szintet is, tudjátok, és hogy vajon olyan korképű folyamatokat is, mint amikről tudunk, hogy a gyerek hát egyszerűen már problematikus és már kezelésre szorulóan beteg figyelemszavaros problémákra gondolok. És akkor azt mondjuk, hát mi történt ezzel a gyerekkel? Hát tulajdonképpen nem történt vele semmi olyan hatás, nem értjük, hogy miért alakult ki ez az idegrendszeri rendellenes működés. És hát a kutatások oda mutatnak, hogy sajnos a várandóság ideje alatt azok az ingerhatások, amik az édesanyát érik, túlságosan stresszesek. Túlságosan sok a behatoló stressz, és ezért az idegrendszeri alapizgalmi szint, az alapszint már kedvezőtlenül magasabb nagyon sok esetben. Rengeteg kedvezőtlen hatás, ami az édesanyát éri. Ahogy éri az édesanyát, már nem intázódik, és éri a babát is. És én csak az intrauteri szakasznál vagyunk, és itt kell eljutnunk az első ív felelősségéhez, az introjekció. Mit jelent az? Tulajdonképpen egy olyan fajta bekebelezést jelent, amikor, mint ahogy a baba szopik, és így benyeli a tejecskét, benyeljük magunkba azokat a hatásokat, amik érnek. Az anyatejjel együtt mindazok a tapasztalatok, amik bejutnak a babába, az édesanyja viselkedése, de nem csak a szándékolt viselkedése, hanem az az ideg állapot és lelki állapot, amelyben a babával foglalkozik. Nincs határ, szabad átjárhatóság van. Az édesanyjának minden feszültsége úgy áramlik át, és úgy jelenik meg a baba idegrendszerében, mint egy aktuális hatás, mintha ő érezné azt. Tehát ezért az édesanyja
hát lelki állapota, belső állapota egy az egyben nem intázódik a babán. Ez a benyelt világ, ahogy az anyateje legyünk benne, mi mindent nyelünk így be, az introjekcióval milyen lelki alapműködések azok, amiket az édesanyja, és itt muszáj kiemelnem, igenis elsősorban az édesanyja biztosíthat a gyerekének ennek introjekciós kapcsolatban, vagyis a anya és babája olyan szoros kapcsolatában, amire az első életében különösen kritikusnak kell tartanunk. Az úgynevezett első i lelkiegészség introjekció szempontjából az első év eseményei azok, amelyeknek igen magas százalékát az édesanyja határozza meg, de nem pusztán az édesanyja, mert az édesanyja állapotát meg a férj, meg a párkapcsolat, a párja határozza meg, hogy mennyire nyugodt, kiegyensúlyozott, vagy mennyire szorongó és bizonytalan. Tehát ezért rögtön azt mondhatjuk, hogy csak a családban gondolkodhatunk. Úgy a családban, ahol, hát ha van édesanya, akkor kell, hogy legyen, ha csak egy mód van rá, édesapa, vagy az igazán érzelmileg helyettesíteni tudó olyan pár, aki a másik oldalt képviseli, mert a feminin principium és a maszkulin, a női hatások és az erő oldal, a férfi hatások együtt adnak valami olyan különleges bölcsőt a fejlődéshez, ahol minden oldalról minden szükségletet a barának ki tudunk elépíteni. És az, hogy mit szív magában az első életében az anyai kapcsolatban, szeretni, örülni, kötődni, hűségesnek lenni, ragaszkodni, képzeljük el. Ez a viselkedés minta az első életének az úgynevezett kötődéses tapasztalataiból adódik. Egy Hensworth nevű kutató nagyon drámai módon hívta fel arra a figyelmünket, amikor már oviskorúakat, óvodáskorúakat nézett, hogy reagálnak a gyerekek, mikor az édesanyja kimegy a képből, gondoljunk például az ovis leszoktatás idejére, hogy reagál az a gyerek. Mit csinál a gyerek? Van az úgynevezett biztonságosan kötődő gyerek, aki megkapta az édesanyától azt a fajta biztonság üzenetet, hogy én mindig itt vagyok, és itt is leszek, és te ne aggódj, mert én mindig veled vagyok, irám számíthatsz, akkor is, ha én ellentem, kicsit megígérem, visszajövök, akkor visszajövök. És igaz, hogy a biztonságosan kötődő gyerekek egy része is persze áll. Nem tetszik nekik, hogy elmegy a mama, és adnak egy kis reakciót erre, valamilyen nem túlságosan nagy reakciót, és utána megbékülten játszanak szépen, és nagyon örülnek, amikor visszajön a mama. Még viszont rámutatott arra, hogy vannak az úgynevezett bizonytalanul kötődők. Ha a baba nem kapta meg az élete első évében azt a fajta konzekvens, következetes édesanyai és az édesanyja pedig azt a családi támogató hatást, hogy tudjon egyenletesen a baba szükségleteivel rendelkezésre állni, hanem túlságosan viharos lelki élettel, túlságosan sok testi-lelki problémával hát küzd maga az édesanyja, vagy olyan körülmények vannak, hogy nem tud konzekvens, gondoskodó, szükségletkielégítő magatartást nyújtani a babának, akkor ez az úgynevezett bizonytalan kötődés alakulhat ki. Ennek különböző formái vannak. Ez szorongó gyerek, és úgy gondoljuk el, hogy a vizsgálatok 2,5-3 éves, tehát ebben kis csoportos korszakban lévő ovisokat néztek, hogy már ilyen korszakban kirajzolódik egy olyan, hogy a gyerek hogy reagál arra, amikor az, aki szeret, akihez ragaszkodik, az eltűnik a színről, és hogy viseli ezt el, mennyire tud adaptálódni, alkalmazkodni, igazodni ehhez. És az a viselkedés, amit 2,5 éves korban így a kutatásra igazoltak, hogy egy úgynevezett kötődési minta, vagy egy Baulmi nevű szerző úgynevezett kötődési munkamodell, egy modell, egy minta viszi tovább a gyerekünk magával, és a felnőtt párkapcsolatokban, ez a mi vizsgálati területünk a Károly Egyetemen, a vizsgálatok azt mutatják, hogy felnőtt korban is így szomorodjunk el, azt a kötődési mintát, amit a gyerek már 2,5 éves korában megvizsgálhatjuk, hogy milyen ez, azt látjuk a párkapcsolatában. És akkor mi történik itt? Ahogy közülik, vagy ahogy például szorong. Szorong, ha eltávozik a mama. Annyira szorong, hogy egyszerűen nem tudja a játék tevékenységet nyugodtan folytatni, de lármás reakciót nem mutat, csak keserűen magába visszahúzódva, és esetleg egy kis sarokba leülve szorong ez a szorongó kötődő gyerek. Aki nem csinál nagy látványos reakciót, de belül meg nagyon megszenvedi azt, hogy a mama elment, és amikor visszajön, nem tudja a gyerek jól kifejezni szinte, hogy örül a mama visszatérésének. És van az ambivalens kötődési típus, amikor nagy cirkusz van, mikor a mamára tart, de még egy nagyon-nagyon nagy cirkusz van. És mikor visszajön a mama, akkor sokszor nem is áll vele szóval.
és akkor bele egyszerűen, ne, kvázi kifejezi a haragját és a büntetését, hogy jössz ahhoz, hogy engem itt hagyjál, és szinte nem kommunikál a mamával, illetve ha igen, akkor nagyon látványosan és nagyon cirkuszosan. Na most ugye miből következik ez? Az világosan kimutatta a pszichológiai megfigyeléseknek a tudománya, hogy nagyon-nagyon sok száz gyermeket figyeltek meg, hogy mernek ilyet kijelenteni, hogy annyira az első életének az anya-gyerek kapcsolata határozza meg azt, hogy a kötődés mintázatra milyen lesz, mert mind úgy születjünk az ember, alapvetően társas lény, nem tudunk egymás nélkül se élni, se halni. A megszülető gyerek meg akar kapaszkodni az anyába. Belekapaszkodik minden szőrös kormiba, belekapaszkodik a hajat, a megkapaszkodási ösztönnel születünk. Miért? Mert a létünk függ attól, hogy valakibe meg tudunk kapaszkodni, aki aztán gondoskodik rólunk, és aki aztán majd ad nekünk táplálékot, és körülvesz az érzelmi táplálékkal és szeretetével. És itt világítanék rá arra. Most lesz majd a hordozás, biztos hallottatok erre a baba hordozás pszichológiája. Ha még nem, akkor hadd legyek az, aki nektek elmondom. És ezek van ismeretek, hogy nekünk pedagógusoknak terjesztenek el a szülők felé. Hogy tudják majd a jövendő mamát? Mi vagyunk az az értelmiségi réteg a magyar világban, akik éppen az értelem eszközeivel tudják szeretettel a szülők felé ezeket az ismereteket közvetíteni. Az utóbbi években 2000-ben először, és 2002-ben megerősítve költálta a tudomány azt a különleges összefüggést, gondoljátok el, hogy mivel az újszülött baba gyakorlatilag egy évet képtelen lenne a mama nélkül, hát ha a mama vagy egy szerető, gondoskodó és tejet adó, tehát táplálékot adó felnőtt viselkedés nem fogná körül, meghalna az a mama. Tehát a kvázi életképtelen és abszolút kiszolgáltatott, és az anyára vagy gondozóra szoruló baba, ebben a bizonyos közvetlen testi kapcsolatban, ahogyan például ma már nem kérdés, mérfektetik a melere, a csupasz melere, például mert imprintív életre szóló kapcsolati bevésődés történik, mert ez a kulcsinger, úgy képzeljük el, megszületik a baba, és bár az idegrendszer a kis még alig a világra ébredő idegrendszer van, olyan hatást, ami a biztonság üzenete maga, és ez az, amikor érzi a mamának az illatát, egyszer mellbefektetett újszülött, 9 perces újszülött kísérleti fantasztikus eredmények, először maguk a kutatók se akarták elvinni, hogy így van. Több melltartó közül kiválasztják szabna a mama melltartóját. Miért? Azért, mert már a mellett megszabadották. Tehát ugye a szablás az egy különleges tartalmat, ez a kapcsolat, ez az odatartozás, attól kezdve ő a mamám, de senki más nem lehet, tehát ez az a bizonyos imprinting, életre szóló belésülés, de egyben ez az érzelmi köteléknek is az alapja. És ezután a tudomány kimutatta, egy Elszer nevű kutató mutatta ki először, és egy kutatótárs 2002-ben aztán megerősítette, hogy a hordozott babák, tehát akiket hordozókendőbe pakolnak, biztos láttatok olyat, hogy itt csüpp és a kis lábacskája kilóg a lyukon, és hogy így a mama testére kötözve szinte a baba, a hordozott babák olyan érzelmi ellátmányt kapnak, azaz, hogy idegrendszer számára is olyan ingereket, most el tudom mondani szakszerűen is úgy, hogy a kortikotropin, releasing hormon és így tovább, most nem ezt fogom elmondani, hogy az idegrendszerben milyen hormon működés és így tovább, hanem női nemi hormonok, csillapító, endorfinorok, hallottatok, örömhormonok. Most képzeljétek el, egy rendszer elkezd működni, kialakulni ennek hordozottság ingerei, pozitív ingerei üzenetei hatására az idegrendszerben. Tehát az a gyerek, akit így eleget hordoznak, eleget van anyai testen, és tulajdonképpen mi történik, ha én hordozom a babát, mint hogyha be volna a hasonló, a picit már kijed van. De azért be van kötve mégis, és azért ott szuszog és érzi az anya illatát, a szívdobogását hallja, mert egy fárcentűvel kijed, de azért csak ott van valahol az anyai test közelében. És ez is bizonyítja, hogy tényleg igaz az, amit a filogenezisten tudunk, hogy azzal, hogy a felegyenesedéssel, ugye gyakorlatilag megrövidült az emberi terhességnek a lehetséges ideje, és sokkal többre volna szüksége a babának benne a hasba, de ez már nem lehetséges, mert a medence úgy alakul, már nem bírja el a női szervezet. De a kutatások igazolták, hogy ha tovább megkapja a mama ezeket a bizonyos, tulajdonképpen
volt itt a biztonsági üzeneteket, amik a mélyen belül is biztonsági üzenetek voltak. Mikor a maga jár, ugye ez a, ezt nevezünk vesztibuláris ingerlésnek, ugye mert a járásban kicsit billeg, ugye a baba is az anyával együtt, vagyis egy pici olyan természetes ringató hatást is kap, mint ami a mélyen belül volt. Kialakul egy olyan idegrendszeri működési egység, amit úgy képzeljétek el, hogy bocsánat a durva hasonlatét, mint a lengés csillapító, tudjátok, hogy ne legyen olyan nagyobb kilengés, ugye, hogy fékező. Egy, vagy a zergóvét is úgy tudom, hogy ilyen, ha egy férfi így most bűtizál, hogy nem jó a metaforám, akkor bocsánat érte, de előnyebb a képzel, ami nem engedi a szélsőséges reaktív lefékezés szerintíti csipítja. Olyan, jönnek a distressznek, jönnek nekem, neked mindenjüknek a stressz, beszukok a nyakával, nincs különbség, az idegrendszer a pleistocénkori embernek a primitív válaszmódjára van kialakulva, máig az emberben nem tudott úgy kifinomultan tovább fejlődni, hogy valahogy csiszolódjon már ahhoz az ingerdömbéhez, ami éri. Következésképpen mindnyájan megszenvedjük a distresszek ártalmait. Azt mindenki tudja, milyen egy stresszett állapot. Nem is akarok semmi negatívumról beszélni. Igen, ám? De hogy megéljük, mi történik. A szervezetben olyan, ugye küzdőhormonok szabadulnak fel, noradrenalin, adrenalin, kortizol és így tovább, amitől az ember idegrendszere is tud, ugye amitől a hajszál is égnek áll, olyan feszültségszintet jelent. Mit csinál ez a szervokvétrendszer? Mit csinál ez a közben kialakult idegrendszeri egység? Bekapcsol, mikor jön a listesz, és csitír, csillapír. Úgyhogy belső biológiai anyának is nevezzük. Vagyis képes arra, mintha átölelni ott rögtön az anya azt, akit éri ez az ingerdöntés, és azt mondaná, hogy nyugalom, itt vagyok, szeretlek, vigyázok rá, nem olyan vészes a dolog. Tehát biológiailag, kémiailag szerveződik meg a szervezetben ez a csillapító hatás, és így nem betegszik úgy meg, és nem reagál olyan szélsőségesen. Az a gyerek, aki megkapta az anyától ezt a korai hatást, ha nem az első fél évben kapja meg ezt a bizonyos ingerhatást, a fejlődés tovább halad, epigenezis, a genetika törvénye az azt jelenti, hogy programozva vagyunk bizonyos ingerekre, hogy éri a szervezetet, vagy nem éri. Éri, akkor kialakul az a bizonyos képesség, vagy készség. Nem éri a szervezetet, az az inger, akkor elalszik a genetikai adottság, és soha többé fölébreszteni már nem lehet. Tehát, ha még belegondolunk abba, hogy milyen a jelentősége annak, hogy a testen hordozottság. Hát mit jelent ez? Mit üzen a mamáknak? Hogy nekünk mind felelősen kell terjeszteni a jövendő mamák és a kismamák körében azt. Azt akarod, hogy a gyereket, mikor bekerül a közösségbe, azt mondja már az óvónő is, hogy ez a gyerek nagyon, nagyon élénk, nagyon aranyos és nagyon jól igazolik. Ez nem borul kincse készségekkel és igár. Persze, hát ha van egy ilyen védelmi rendszere, akkor eleve ezzel, hogy úgy mondjam, golyóálló postresszekkel szemben. De mit jelent ez? Majd 40 éves korában, vagy 60 éves korában, mert egy rendszer, aki alakul, az működik. Tehát a biológiai egészségnek is van egy biztosíték, vagy záloga, hogy elegendő legyen a szülői muníció. Pontosan ez az, amin keresztül az intraepi folyamatok, vagyis úgy is mondhatnám, hogy nem csak a tejet vissza az a gyermek, hanem vele lekebelezi az egész hatást, mindazt, ami éri, és ez lesz a minta, de tudjátok, milyen sejtszintű minta. Mert amit már az a Thomas Merri igazolt, hogy a sejtekbe az a tudás imprintálódik. És az olyan mély tudás, hogy nem egy tudatos, hanem ösztönösen működő. Ezért, amikor mi szeretünk, akkor mi ösztönösen úgy szeretünk, ahogy a bennünk a programok automatikusan kioldódnak. És hogy minket szerettek, és ahogy minket elláttak szeretett ellátmányon, annak a leképeződése a mi sejtmemóriánkba lehetővé teszi, hogy mi azon az úton, módon legyünk szeretőképesek, és ebben pontosan tudjuk, hogy vannak, akik sokkal odaadóbbak, sokkal inkább kifejezik az érzéseiket, és vannak olyanok, akik nem. És ilyen szempontból még ráadásul muszáj, hogy tudatosan szembenézzünk azzal, amivel úgy koedukált nevelés, ugye tudjuk, hogy ez már a koedukáció már Adler nevéhez fűződik, és mondjuk 150 éve már, vagy több hosszabb ideje bevett és elfogadott, hogy az együtt a fiúk-lányok együttnevelése, de a férfiak teljesen más, a fiú egy egész más, más ütemben fejlődik, más készségekre nyílik ki, másra képes. És azt is tudjuk például, hogy a fiúknál különösen nagyon fontos az érzelmi hatások nyújtása, mert az idegrendszer olyan, hogy balat félteke túlsúlyú, így van teremtve, így is mondhatnám, így vagyunk mindnyájan megalkotva, hogy a balat félteke az a rasszió,
racionális, az okokozati viszonyokat, a realitást tisztelő, nem érzelgősködik, ahogy mondani szokták a férfiak. Szóval nem úgy tud működni, mint egy női agy. Egy női agy meg jobb agy férfeke domináns, tetszik, nem tetszik, ha tényleg nők vagyunk minden szempontból a legmélyebben is, akkor bizony mi érzelmi agyunkkal jobb agyférdekénkkel vagyunk benne, sokkal intenzívebben a világ dolgaiban, és ez az agyférdeke szeret, örül, ragaszkodik, tud szánalmat, irgalmat érezni. Egyszerűen az érzelmek nagyon nagy hatásúan befolyásolják a viselkedést, ezek vagyunk, hál' Istennek, nők. De muszáj is, hogy ilyenek legyünk, mert a gyereknek az a dolgunk, a feladatunk, hogy adjuk is ezt. És a gyerek itt tanulja meg, hogy milyen az érzelmi állapotokat átélni, majd pedig ennek mintájára másoknak is érzelmeket átadni. Ez a női oldal feladata, akkor is, hogyha vannak magyar szívű apák, hát mi ismerjük olyan apukákat, akik brilliánsak, és akik olyan módon tudnak gondoskodni, szeretgetni, és így tovább. Miért? Mert volt egy olyan édesanyjuk, aki nagyon jól tudott így velük bánni, és ezért tudott olyan többlet mintát adni annak a férfinak, mert úgy szerette az édesanyja, hogy hordozza magába már azt a kialakult képességet, hogy nem balondfőrtek és üdegséggel szeret, hanem anya szívűen tud szeretni, tehát szeretet adóan maguskatóan tud szeretni, és így akár a pici babákkal is nagyon jól tud foglalkozni. Ugye odaérkezünk első így, akkor azt mondhatjuk, miért veszük ilyen módon végig a fejlődést. Mert hát mit kérhetünk mi számunk pedagógusok? Hogy mi a szülő feladata? Mit hozzon az a gyerek magával? Hát mit? Az, ami a szülő dolga, legyen a szülő dolga. De akkor tudja, hogy mi a dolga, és tudja, hogy ő mit tehet annak érdekében, hogy a gyereke egészséges lelkületű legyen. És természetes, hogy így a fejlődésben vannak a szakaszok, és azért mondhatjuk az első életét, akárhogy nézzük, a családi felelősség, a család épség, az záloga annak, hogy a gyerek eléggé harmonikusan tudjon, kisbaba, ugye az első életében, az első fél év az a szimbióziskor, amikor nem is tud differenciálni saját maga és a környezet közt, amilyen a környezet idegessége, feszültsége, állapota az egy az egyre képeződében, határ nélkül az idegrendszeren, és ezért sajnos ezek a korai hatások nagyon sokat áthatnak is, ha a környezet olyan, ami a gyerek számára kedvezőtlen indereket közvetít. De ez szülői felelősség. Szorosabban, közelebbről édesanyai felelősség. És akkor ugye, akkor már nézzük a következő ít. Ez volt az I, introjekció első életén, szülői anya és a anya szülői felelősség. De tudjuk, hogy mit kell tenni. És akkor ugye mit üzenhetünk az édesanyáknak? Ha nagyon rohannál visszadolgozni, akkor azért gondolj vele, hogy milyen ára van annak, hogyha nem adod oda életedet és időt az első évben teljes odaadással a gyerekednek. Mert te teljes odaadással odaadod, és egy életet nyersz, egy élet egészségét nyered. Hosszú távon nagyon-nagyon sokat adsz annak a gyereknek. És ha te törődsz azzal, mint édesanyja, hogy a tőled terhető módon békés körülmények között teljen el az az első életét, hogy nem tehát, hogy te magad is elég nyugodt legyél ahhoz, hogy a gyerek számára olyan nyugalmi mintát tudjál közvetíteni, akkor óriási ajándékot adtál magadnak és gyerekeknek is, és a világnak is. Tehát megvan valahhoz, hogy házban gondolkodunk, az első életére tekintsük olyannak a fundamentum. Jó szilárdra fundamentum, hát erre aztán lehet építkezni, és jön a második ki. A második identifikáció, az azonosulás. Ami kicsi gyerekünk, aki mihes már úgy kicsepeledik, hogy mind tudjuk, hogy két és fél éves kor, ugye először is kimondja azt, hogy valami az enyém, mert előbb mondja ki azt, hogy enyém, mert a világ a tulajdon, ez az enyém, akkor ez vagyok én. Ami az enyém, az vagyok én, először az enyém, aztán azt mondja én. Ugye, hogy nem a püstike, meg a zsuzsika, meg hasonlók, hanem nem keresztenél szólítja magát én. Ugye ez a királyi én, azt szoktuk mondani, a szociális születés. Fantasztikus pillanat, amikor a gyerek azt kimondja, hogy én. És ezzel, hogy a gyerek már egy bizonyos tudatossági szinten. Milyen tudatossági szinten van a világban? Egy ilyen pici gyerek számára annyi a világ, annyi, és annyi az a kicsi én, aki ő, amennyit le tud csinálni, ő maga. Amit ő szét tud szedni, le tud rombolni, és ismeritek azt, mikor fogja magát, fölépítik ott szépen a nem tudom, micsodát, minden dolgát. Azonnal szép. És ez a boldogság, hogy ő erőt tud kifejteni, hat a világra,
hatása van. Őrzik, először mondjuk persze, és ez a primitív agresszió is, de most ennek a mélyére nem megyünk, hogy hogy kell ebből neutralizációval pozitív, hát erőt, tehát hogy lesz ebből, lényegében a rombolásból hogyan kell az építés felé terelni, hogy leromboltat, gyere építsünk is. Tehát, hogy itt kell ezt a konstrukció belé is vinni, de tény, hogy aki mama is ezt megtapasztalta, mind mellém állt a tavar, hogy első gyönyörűség, hogy szétrombolni. Néha egyszerűen visító öröm, hogy valamit, ami tökéletes, és ott van, azt, hogy szétszedi, darabokra szedi, szétrombolja, beletúr, belerúg, és így tovább, és akkor az egy óriási gyönyörűség. Na most mindent azt mondtam, az identifikáció. Lényegében az a kicsi én, aki annyi, amennyit tud kezdeni önmagával a világban, hogy ügyesek, vagy nem ügyes, fölmászik, leesik, és így tovább próbálgatja, de amennyit meg tud csinálni, az ő, és itt jön az, hogy beépíti magába a világot. És akkor ez megint olyan, amikor már azt kell kérdeznünk, és kinek a felelőssége, hogy az identifikáció hogy történik, és innen kezdve a kinyitjuk az orrom, másodlagos szocializáció óvoda. Itt belép az óvodai felelősség már. És innen kezdve mondhatjuk azt, hogy amint a gyerek a másodlagos szocializáció kereteibe bekerül, belép, még a bölcsődei szinten is, ha belép a gyerek, vagy elviszik a gyermeket, innen kezdve már ugyanazt kell tudnia a fejlődésről egy mamának, mint amit az óvónőnek, és egy szakember tudás szintjével fölvértezve jó, ha a mama tudja, hogy mit miért csináljon, és mit ne csináljon például. Mit kezdjen egy dackorszakkal, hogy ugye az egyetlen orvosságunk a dackorszakba az, amikor a gyerek csinálja az ahénát bármivel, amikor felősítünk, és azt mondjuk, jaj, de gyönyörűen csinálod, te és sokkal jobban is csinálhatnál, de most aztán még jobban csinál, mert az lenne a legszebb, ha te még jobban csinálnál, és a gyerek azonnal leáll. És így tovább. Szóval, hogy mindazok, amiket ekkor a gyermek számára tudunk lelki fejlődéshez muníciót adni, azt legalább annyira kell, hogy tudja az anyuka, mint amennyire tudja az a nevelő, aki viszont hát igen keményen nagyon sokat tanul, és természetesen azt, hogy mi, hogy szembeződik a lelkirendszerbe, azt kell tudni az anyukának is, de itt már, ha a gyermek bekerül a közösségbe, és ugye mondjuk, vegyünk egy óvodai helyzetet, hogy a gyereket 8-ra beviszik, és mondjuk optimális esetben 4 órakor elhozzák, ugye nagyon sok időt tölt a gyerek már egy olyan közegben, ahol olyan hatások tömege éri, ami a gyerektársak és az óvónő hatása. És ezért már itt, ha nem kéz a kézben megy a szülő és az óvodai pedagógusok között a kapcsolat, ha nincsen egy tulajdonképpen állandó kommunikáció, akkor itt már nagyon problematikus dolgok adódhatnak. Miért? Mert ez az identifikáció miért felelős? Én röviden és élesen mondom. Azért, hogy egy lányból lány lesz-e igazán, és egy fiúból fiú lesz-e igazán. Vagyis azokat a nemre jellemző, alapvető viselkedésformákat mélyen és szervesen, nem ugye az egy dolog, hogy van egy szexról, egy szexszerep, ahogy mondja ugye a szakirodalom is, hogy minek születtünk nemünkben, és aztán, hogy mivé válunk. Az óriási mértékben az a tudásanyag határozza meg, hogy mit segít elő a szülő, és hogy mit tesz, vagy nem tesz, és hogy az óvodai nevelésben is mi mit csinálunk, vagy nem csinálunk, hogy hogyan emeljük ki a tőlünk telhető módon, hogy a kislány az egy más teremtménye az univerzumnak, mint a kisfiú, és nincs egységesség ám, és már kezdetektől a fiú egy kis lovag, és kezdetektől a lány olyan, aki már bizonyos módon viszonyul a fiúkhoz is, és a külvilághoz is. Egy belmenevű kutató, akinek nagyon sokat köszönhetünk. Óriási kiterjedésű, megfigyeléses vizsgálatokat végzett, hogy mik azok, amik elősegítik azt, hogy önmagát a gyerek azonosuljon a saját neméhez tartozó viselkedéssel, ezt mindig szeretett személyek által. Csak aki szeret, csak a szeretett kapcsolatokon keresztül azt követi, azt mintázza, akik szeret. Tehát itt jön az otthoni rész a nevelésben, hogy az édesanyja az nem férfi. Az édesanyja mit csinál? Az édesanyja anyai feladatokat lát el, és az édesanyja az a családi munkamegosztásban, aki megmutatja neki, hogy hogyan nő egy nő. Emlékeztet mindjárt, szerintem aki itt ül mindenki hallotta, ha másként nem, akkor ilyen
televízió műsorokban, ilyen pedagógiai műsorokban az Ödipusz komplexus. Ugye, ami hát egy romantikus elnevezése annak a ténynek, amit nincs szülő, aki ne tudna. Hogy amikor a gyerek a 3-5 éves kori időszakban itt, akkor egész egyszerűen olyan módon a játékaiban már lemintázódik, hogy fiú vagy lány merre választ, milyen játékokat választ, és egyben a szülőhöz való viszonyában. Egész nyilvánvaló a kisfiúk jelenti, ugye rajog, az anyjáért jelenti, hogyha megteszek téged, veszek feleségül. És ugye természetesen szinte bele rúg a papába, hogyha azt tapasztalja, hogy a mamához közelít és puszit akar adni, milyen jellegzetes pillanat, mikor a papa átöleli a mamát, és akkor oda furakodik a gyerek, és ne is, és könyököl, és csak akkor úszik meg, mikor a kettő fölveszi, és mindkét oldalról kap puszit. De hát a lényeg az, hogy ilyenkor a fiú gyereket a mama úgy babuskassa, hogy megtanulja azt, hogy tényleg hogy van az merre fele, milyen nem irányába van egy különleges érzelmi csatorna, most is mindörökre, úgy is tudnám mondani, nekik ész életen áll. És azt is tudjuk, hogy ugye, hogy van ez a lánygyerekben, hogy az apáért rajong, és ez a fajta az apa iránti rajongás egy lánygyerekben milyen intrikát, elég hosszasan megmarad. És ezért majd kitérek arra a harmadik kínél, hogy mennyire veszélyes az, amikor egy apa az kis bébidolva előtte, hát ugráló kamaszlányát nagy vehemenciával ölelgeti meg, tudom, hogy szereti, de hogy tisztelni kell azt, hogy a nő az nő. És ezért, ha egy lányunkban nem tiszteljük, a férfi nem tiszteli a nőt, akkor az nem egy annyira előnyös, majd erre még kitérek. Tehát ugye ismeretek, tehát az íknél járunk, második íknél maradjunk még identifikáció. Jó szülői minta, ez az otthoni, a szülői háznak a követelménye. És mi az, amit az óvoda ehhez hozzáad? Az, hogy nagyon erősen rátesz arra a nemi szerep különbségre, amiben a lány gyerekkel mindenfajta, ami lányos, azt hangsúlyozza, és akkor a nevű kutatótól mit tanultunk meg? Hogy azt hiszük, meg azt hittük, hogy az nem is számít annyira, amit aztán elnevezett a pszichológia identitás kellékeknek. Vagyis, hogy az, hogy kicsoda ő, azt ruházattal, stb. Hangsúlyozó kifejezéssel jutatjuk. Hát bebizonyította azt, hogy az a szülő a legokosabb, aki a lányt abszolút lánynak, mondhatni szuperlánynak öltözteti, tehát ott akkor minden, a kitűző, a hajcsat, a hajpán, a lentolos, mit mondjak még, a kifodros ruhácska, a minden olyan, ami a nemi hovatartozást egy kicsit talán túlzottan is behangsúlyozza. A lány öltöztessük lánynak. És a lánynak a lányruhája, a lánynak szoknyája van, egy hajra kiterjedő, képzeljétek, csak a haj jelentőségét vizsgált egy doktori munka, ez Debrecenben készült el, és kiderült belőle, különböző korosztályoknál nézve például, hogy ilyen öltöztető baba rendszerben, hogy lehetett egy csupasz babára választani, hogy mivel öltöztetett, hogy mit raksz rá, és hogy na most akkor rakjál ki egy lányt. És a különböző volt, és akkor ott voltak ezek a, mind ismerjük, ugye hát ez egy játék is volt. Az én gyerekkoromban például rengeteget játszottunk ilyennel, hogy ilyen papírruhákat ráraktunk meg, mert hogy is akkor lehetett barókát, meg egyéb. Na egy ilyen vizsgálatot végzett egy Baktai Gizella nevű pszichológus, aki doktorát edőtt, és egész döbbenetes, ahogy ugyanarra az eredményre jutott, mint az amerikai vizsgálatok. Tehát mindegy, hogy a gyermek az Amerikában gyermek, vagy az európai ig alatt mondjuk egy Kelet-Közép-Európában gyermek, a lelki fejlődésben van egy jellegzetesség, hogy hosszú hajat raktak a kicsik, az óvodás, tehát ahol eldől, ahol igenis eldől, és milyen imprintálva eldől, hogy ő merre orientálódik érzelmi, milyen érzelmi, hát szükségleteiben, vagy vágyaiban így is mondhatnám például. Ugye nagyon fontos, mert döntés, egy korai döntés történik, és annyi szó esik arról, hogy a homoerotikus tendenciáknak a mikor és hogy keletkeznek. Hát egyértelműen hivatalos szakirodalom áll elénk, és mondja azt, hogy temérben genetikai vizsgálat próbálta keresni, hogy hol van valami genetikai elcsúszás. És először volt is egy kb. 8-10 év, amíg a kutatásban rengették a zászlót, hogy azért, mert genetikailag más és más programot kapott, és bebizonyította a finom kutatás, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy olyan nüansznyi finom hatások, amik érik a gyereket a tekintetben, hogy ő fiú vagy lány, és egy gyerek, aki rövid haj, kopaszra nem írják, hogy legyen erős haj a tévedés, mert nem lesz erősebb a haj, mert mindegy, van egy ilyen mítosz,
akkor nincsen hosszú haja a lánygyereknek, hanem mindig csak rövide a frizurája. Aztán rengeteget van nadrágban, és olyan öltözékben, ami egy unisex tulajdonképpen lényeg, hogy akár lehetne fiú és lány, és akkor most már ugye kisfiúnak is lehet fülbevalója, vagy akármi csodája, és akkor hát ezek a nemi különbségek, amik ordítóan fontosak lennének. Ezek egyszerűen nincsenek a lánygyereken, nincsen neki fülbevalója, nincsen neki kicsi gyűrűje, miért ne legyen neki kicsi gyűrűje? Hát majd legfeljebb elveszíti aznak a helyette másikat. De hogy lány, hogy azt, hogy őt ezt különböztetinek, nem állítom, hogy egy gyűrű különböztetinek, de az biztos, hogy egy olyan, amikor rászoktatjuk arra azt a lányt, hogy neki olyan, mind figyeljék meg, hogy ösztönösen, mikor az anya szekvényéhez egy gyerek oda megy, miket ráncigál elő, fölrakja a nyakába a különböző sálakat, hát jól emlékszem saját gyerekeimmel kapcsolatban erre, hogy mint a paradicsommadár magára agat mindenféléke. A neki különben előszedi, a magas sarkú cipőbe belebújik, és ott szerencsétlenkedik benne, és tolászkodik, ugye, és akkor oda függ elő. Miért? Nagyon jól teszi, hogy ezt teszi, mert ő lány, hogy csinálja, és minden olyan fagy legyen, amit ő hogy biztos, hogy lány. Tehát ugye ahhoz, hogy a jövendő szexuális orientáció és érzelmi élet megfelelő vágányra kerüljön, öltöztessük lánynak, hangsúlyozzuk azt minden szerepében, emeljük ki a gyermeki viselkedésben, hogy ő kislány vigyázz rá, a fiú tanulja meg, hogy a kislányokra vigyázzunk, a kislányokat udvariasak vagyunk, a kislányokat előre engedjük. Tehát az etikett alapjait, ugye a finom viselkedés alapjait a gyerek is azt csinálja, amit mondunk neki, mert akkor szent, aki szeret ugye az óvónő, hát az a szentség úgyis azt csinálja, amit az óvónő mond, és szeretettel csinálja, odaadása, és szereti, hogy őt is szereti. Tehát megcsinálja a gyermek, amit kérünk tőle. Tehát, hogy zárjon röviden a második itt, mert a harmadikhoz is el kell jutnunk, hogy ahol aztán már igazán az iskolának a szerepét kell alaposan nagyító alá helyeznünk, hogy mettől meddig dolga a személyiségformáló nevelés és az egészséges alkalmazkodó személyiségformálása, mettől meddig dolga a pedagógusnak. Hol van a kompetencia határ? Hogy a szülő nem utogasson az iskolára, hogy mit csináltok ki ezzel a gyerekkel, hogy ez ilyen borzalmasan viselkedik. Holott pontosan tudhatjuk, mert recepte leírhatjuk, hogy mettől meddig pontosan mi a szülő dolga és feladata, mi a felelőssége, és mi a másodlagos szocializációs műhelyé. Tehát azt mondhatom, az óvoda feladata az, hogy a nemi azonosságnak megfelelő hangsúlyokkal a biztos nemi hovatartozás, szerepviselkedés, a bőségesen alkalmazott játék ugye eszközein keresztül biztosítsa, a gyermek érzelmi fejlődését szolgálja azért, mert a gyereknek a gondolkodás ebben az időben, mint tudjuk, aki itt van, óvónő, mindenki lenném áll, és tudjuk, analógiás gondolkodás, szimbolikus gondolkodás, tehát még nem annyira a szavas önkifejezés, hanem a képekben, mesékben, és így tovább való gondolkodása az, ami jellegzetes, és ezt kell nekünk kifejleszteni, kimondani, szabadon. Sigmund Freud, akinek a nevét biztos, hogy mindenki ismeri, azt mondta, hagyjuk a gyermeket mesélni, csak fantáziálni. Ugye hányan vannak, akik a gyerek elkezd szinte vadakat mondani? Annyira valótlan, hogy csak nézzük, hogy most volt ez a gyerek. Hazudik vagy, vagy mi? Dehogy is. Egyszerűen nincs még meg a óvodáskorban az a, hát már a nagycsoportban inkább számíthatunk erre, de nincs meg az a realitás kontroll. Hanem a vágyai összekeverednek a valósággal, és akkor hamul áll. Mond olyan dolgokat, hogy csak nézzünk, hogy ugyan már, de biztos, hogy így történt. És akkor azt mondja Freud, hogy illusztunk papul éven, azt a mesélő kedvet hagyjuk meg a gyereknek, hogy ő mesél. Meséljen, sőt, kívánjuk meg, hogy mesél. Találjon ki mesél. Ő is meséljen, ne csak a mama mesél, stb. Stb. Tehát ugye odaérkeztünk a második identifikáció lényegében, azt kell mondjam, és igazán felelősséget vállalok értem, amikor az óvodai korszak lezárul, és jön a balatfélteket tréning, azaz, hogy az iskola követelmények felad a különböző, már jól betresztírozott magatartási minták, amiket elvárunk a gyerektől, addigra már nem csak a fundamentum épült föl, hanem a ház is áll, de még egyáltalán nincsen berendezése. Szóval állnak a falak, áll a tetőzet, valami van, de hogy majd milyen lesz,
hogy majd mekkora ablakai lesznek a háznak, milyen lesz az ajtaja, milyen lesz a belső berendezése, mi lesz, mi fér le abba a házba, hogy mekkora lesz az a konyha benne, és hogy mekkora lesz ugye a vágya a gyereknek az evésre, hogy mekkora lesz a konyha az az evés. Hát nem viccelek, hogy igazán a ház szimbóluma, a lélek szimbóluma és a ház belső terei, azok megfeleltethetők az emberi szükségletek tereinek. A konyha az orális szükségletek, az evés, a hálószoba a szexuális szükséglet, a nappali az, ahogy élem az életet, és hogy nyitok a világra, mekkora ablakokkal és így tovább. De nem kell nekünk most a szimbolikus szintekre menni, hanem a második hív felelősségénél megállni, hogy ha a szülő és a pedagógus olyan kapcsolatban van, válik, tudnivik mindenfajta a korábbi időszakból hozott intrauterén, vagy első életéből korai időszakból hozott pici differenciák megjelennek, mint esetleg szabálytalan viselkedésmód, a gyerek türelmetlenebb, nem alszik délután, esetleg agresszív, tükikörései vannak, stb. Tehát már vannak deviáns magatartási megnyilvánulásai. Így szeretnék minden szülőt megnyugtatni, és egyben felhívni arra figyelnek, hogy megijed ilyenkor a szülő, és az óvoda, a pedagógus pedig hát azon többen, hogy akkor most mit is csináljak, mert például megzavarja a gyerek, a többieknek a foglalatosságait, játékát, és így tovább. Ilyenkor kell, és azonnal kell bekapcsolni pszichológiai segítséget. Ami szakmánk erre van kitalálva. Erre vagyunk ráképezve. Tudjuk a gyermeknyelvet, megtanuljuk, hogy hogy kell azzal a kicsikével a saját csatornáján áll beszélni, nem szavas úton. Hogy kell életeketni, rajzoltatni, táncoltatni, játszatni, világjáték, millióféle mesék keresztül. Hogy jutunk arra a nyomra, hogy mi van azzal a gyerekkel. Sokszor ijesztő és lármás tüneteknek banális gyors megoldása van. Mert olyan plasztikus, még annyira plasztikus az idegrendszer, hogy drámai tünetek is elfújta a szél, ugye tűnnek. Pár foglalkozás, és már is rájövünk arra, a gyerek otthon például nem tud aludni. És jön a szülő, és mondja a tortapedagógus, hogy nem alszik a gyerek, szörnyű útra, nem tudom, miért nem alszik. És akkor három foglalkozás alatt a pszichológus a maga eszközeivel ezt tanulja, ez a dolga, ez a szakmája. Mit tegyünk? Nevelési tanácsadó. Nagyon jó, rengeteg új pszichológus képződött. Én magam is tudom, hogy akiket mi képeztünk, milyen finomságokra és legújabb ismeretekre már megtanítottunk. Tud várni azzal a gyerekkel. És legyen már az ő felelőssége, az a kevesztelőség, aki belép a rendszerbe. De addig, amíg a szülő azt mondja, hát nekem beteg a gyerekem. Egyszerűen, hogy kimossuk már az agyból ezt a pszichológiával kapcsolatos hiedelemrendszer, hogy az már délikletni, vagy valami divi, vagy valami olyan, ami már nem a normális. Na de bocsánat, én felelősséggel kijelentem, hogy normális az, akit nem ismerek közeledről. Ha én belemegyek egy ember életébe, akkor kiderül, hogy tele van lelki problémákkal, meg mindenféle gondokkal, meg ilyen-olyan zavarai tünetei vannak, vagy az emésztése, vagy a alvása, vagy a valamit mindenhol találunk. Én magam végeztem olyan felmérést a saját pedagógus világomban, hogy 200 pedagógus közül egy pár maradt csak olyan, aki ritka fehér holló, aki leírta, hogy neki momentán nincsen semmi baja. És belegondoltam, hogy hát talán nem bajja be. De hát tényleg komolyan azt gondoltam. Mert az a normális, hogy egy Paul Watzlawick nevű kaliforniai világhírű szociálpszichológus mondta azt. Ez volt az ő mottója, üzenete a világnak. Velem sincs minden rendben, veled sincs minden rendben, és ez így van rendben. És azt hiszem, hogy ebben megnyugodhatunk, hogy ne éljünk már azzal az illúzióval, hogyha mi letakarjuk a bajokat, és nem, hogy jaj, nincs semmi baj a gyerek majd kinövi, úgy növi ki, ha segítünk neki. És minél korábban hozzányúlunk egy problémához, annál hamarabb füstöl el, mert annyira befolyásolható és mozdítható. És ezért nem arról van, ha mi a címkézést, a
használjuk ezt a stigmatizációt. És aztán érjük, hogy ez a pszichológus arra van, hogy a viris gyerekekkel foglalkozol, akkor nagyon szerencsétlenek vagyunk. Tehát egész egyszerűen persze, azért van ez a szakma, hogy ne terhelje, és itt jön a kompetencia. Ezért van ez az előadás a szándékom szerint, hogy elmondjam a kompetenciákat. Tudjuk, mi a felelősség a szülőnek, tudjuk, mi a pedagógusnak, és tudjuk, hogy mikor, mi a felelőssége annak, akinek szakértelemmel be kell lépnie jó időben, korán egy zavar folyamatba. Úgy gondolják el például, hogy egy olyan gyerek, akivel mondjuk az ADHD esete, tehát nyilvánvaló, hogy olyan felfokozott mozgásosság, figyelemszavar és így tovább, tehát hogy már esetleg lehetne címkézni, hogy valami baj van, az a gyerek, hát tapasztalatból mondom, amit mondom, bekerül egy olyan időbe, még óviskorában, amikor már látjuk ezeket a tüneteket, bekerül egy olyan IBIS terápiába, fejlesztő pedagógiába, kiugrálja, mozogja magát, mindenfajta bonyolult labirintus csatornákon keresztül azokat a fejlesztő testi és idegrendszeri fejlesztő folyamatokat végig tudja járni, amik aztán gyorsan, mert plasztikus az idegrendszer, gyorsan helyrehozták a bajt, az a gyerek egy komikó, nagyszerre viselkedő felnőtté válva. És hogy én nem mellé beszélek, nekem az egyik unokám például sajnos egy ilyen problémával találkoztunk elég korán, és pszichológusként állíthatom, hogy azzal, hogy mi rögtön észrevettük, hogy itt miről van szó, hogy egyet nem bújik annyira, hogy nem tudom úgy vállamra, ugye nem a testkontaktus például kevésbé tekeli, vannak jellegzetes tünetek. És rögtön vittük pszichológus kollégához, és rögtön elkezdődött vele egy fejlesztő munka, és teljesen nagyon kiváló tanuló, nagyon jól viselkedő, fiú gyerek 14 éves, és senki nem mondaná, hogy ő mivel indult, miért, mert az idegrendszer rendeződött. Míg viszont elhanyagolt esetekben drámai, amiket látunk, ezt tudom mondani. De drámai egyszerűen olyan agresszív, belemilleszkedő, támadó, boldogtalan, szerencsétlen a szülő, szerencsétlen a világ körülötte, és a gyerek maga is egy boldogtalan felnőtt lesz egy korai betegség karrierrel. Megvan aztán az orvostudomány betegséggel szintézi, onnan már nagyon rossz a következni. Remélem meg tudom győzni önöket arról, korán észlelek, picike szavar, mindjárt, de rögtön is azonnal hívni az arra kompetens szakértőt. És kérem önöket, nem az orvos a megoldás, az a betegséggel foglalkozik. A fejlődés olyan, ami mindig kimutathat zavarokat. És ha kimutat zavarokat, abban a pillanatban, ha lépünk, akkor nem lesz belőle betegség. És így rengeteget tudunk elérni, nagyon pozitívakat. Tehát megvolt ugye az identifikáció, és akkor most megyünk a harmadik nagy íra az identitásra. Úgy gondoljuk el, hogy a gyerek minden életszakaszban bizonyos az életszakasz által megkívánt feladatokat kell, hogy megoldjon. Feladatokat. Életfeladat. Az első életfeladat az első életében, hogy a bizalmi képességet kiépítse, hogy tudjon bízni. A bizalom, ős bizalom, így is mondja egy Erikson nevű csodálatos kutató, aki igazolt ezt mind jó dologgal. A bizalom miért? Mert ha bízom, akkor vagyok biztonságban. Akivel bízom, amellett vagyok biztonságban. Második életében az autonómia az, hogy a gyerek kipróbálhassa saját magát az önállóságát valahogy tapasztalni, hogy mit tud ő megcsinálni, és mit más, és ugye ez a biztonságos oktatásban is, hogy mindenfajta drill és erőszakosság teljesen fölösleges az egyik gyereknek. 3 éves korára érik be az idegrendszere, és akkor úgy is csinálja azt, amit szokványosan kell, a másiknak már 1,5 éves korában már rohangál, hogy hol van az a tüneményes bilike. Ugye, és különböző az érési folyamatok, ahány gyerek annyit él az ember egyrészt hasonlóan, mert másrészt meg az univerzum párkulancsítaga. Minden gyerek egy külön világ. Na szóval a második életében az autonómia, van, akinek el kell lennie, és én bocsánat, hogyha hosszabb az előadásom, és hogy ha mégis valakinek el kell, habozás nélkül nyugodtan induljon el, de hogy úgy szeretném, hogyha 3 így mentén végig tudnám gondolni ezt a dolgot, és higgyétel megérjük végig gondolni, mert tudjuk azt, hogy hol vagyunk biztonságban, mi a mi dolgunk, és hogyan tudunk, miben tudunk mi a nevelőkkel, szülőként kapcsolatba kerülni, és hogy hogyan tudunk mi nagyon hatékonyan együttműködni. Hogy ne egymásra mutogatás legyen, és hogy ne jusson olyan helyzetbe az iskola, ahol a tanárok egy olyan helyzettel találkoznak, ahol már a számukra nevelhetetlennek, befolyásolhatatlannak tűnő gyerek, esetleg abszolút zavarkeltő módon
integrálva kapjon például a közösségbe. És hogy ne jussunk ilyen tragikus helyzetekbe, hanem mindent a maga idejében, a maga helyén, rögtön, korán, azonnal segíteni a megfelelő csatornákra vinne, ehhez viszont azt kell, hogy kommunikáljunk, és azt kell, hogy ne címkézzünk. Baj van a gyerekkel, szakember, azért van a szakember. Tehát bekerül a gyerekünk ugye az iskolába, és akkor az identitás, amit összeszeregettem, világtapasztalatot, a különböző időszakokban, megtanultam óvodáskoromban nem viselkedés, rám jellemző nem viselkedés alapjai, és akkor bekerülök az iskolába pedig ugye először találkozom az egy teljesítményt követelni, és a lelki rendszer képzeljék be, meg az agyam is akkora érik be arra, akkorra kész arra, hogy már fontos legyen nekem az, hogy én mit tudok megcsinálni. És ezért a teljesítmény, hogy valamit megcsinálok, és akkor piros van, és jutalmaznak érte. Minimális büntetés mellett a jutalmazásnak az ilyen, mint tudjuk, hogy a nem mindig és mindenért, hanem bizonyos teljesítményekért osztott, kiszámíthatatlan jutalmazás. Tehát a kiszámított jutalom még a mindig tudja, hogy ezért úgy is fog kapni, akkor nem olyan erős a motiváció. Ugye a tanulás pszichológia kimutatta, hogy ez a véletlenszerűen kiszámíthatatlan, megcsinál valamit a gyerek, és akkor nem automatikus a piros pont, hanem most nagyon jó, most kap egy szuperi dicséretet, és akkor van a piros pontjúítés, majd egy következőért, egy harmadikért majd megkapja a piros pontot. Tehát, hogy nem mindig és automatikusan, hanem hogy hagy startoljon arra, hogy megkapja, hogy hagy érezze azt, hogy neki most az, jaj, most ki fogja megkapni. Most ki lesz az a szerencsés, aki majd megkapja. Mindenki megcsinálja a feladatot. Ki lesz az, aki megkapja a piros pontot. És ugye akkor a boldog küzdelem azért, hogy ő teljesít és elismeri. A csökkent értékűség, kevesebb értékűség, önértékelési problémák ebben a korszakban épül neki. Hogyan? Megszégyenítés, megalázó helyzetek, mikor valaki beszólít és nem tud, és akkor a fejére, hogy hát te meg. És ha valaki egyszer azt hallja, nem vagy te erre képes, milyen kis szerencsétlen vagy, bezzeg a nővéred, aki ide járt, vagy bezzeg az öcsér, és így áll, és jönnek a bezzegek, jönnek az összehasonlítások, jönnek az elmarasztalások, ott vannak a lelkünkben azok a gyűlölések, amiket nem tud már senki kisimítani, mert a kisebbségi érzés olyan egy ártalmas, úgy fészkettünk verni a lélekben, hogy az valami drámai. Hogy én te úgyse vagyok képes, te úgyis nem vagy képes, mint erre képes vagy. És ugye a pozitív megerősítés és a bizakodás, hogy a gyerek meg fogja csinálni, és hogy meg tudja csinálni, ez az, ami a pedagógia igazi szárnya ebben az időszakban. Az a jó pedagógus, aki ismeri a törvényt, hogy bízni a gyerekben, elfogadni, szeretni, hát ez fontos volna, hogy szeretetével körül tudja venni a gyereket, nevén nevezni, ugye a nevelés az nevetlen nevezés, hogy a gyerekkel legyen egy személyes kontaktusa. És ezt ugye általában hál' Istennek tapasztaljuk is a tanítónőktől, a tanítók részében, hogy ugye néven szólított, tehát személyes kapcsolat és a pozitív megerősítés, ezt a műszót használja a pszichológia. Na most, hogy így érkezünk ezeket mind, összegyűjtögetjük az adott korszakoknak a tapasztalatait, és akkor eljön az a kamaszkori időszak, ami ugye adolescenciát, a pubertás maga csak azt az időszakot jelöli, amikor a másodlagos nemiegyek kialakulnak, pubeszter az azt jelöli. Tehát mindjárt a pubertás az a szörösödési, az az a biológiai sérülést jelenti, az adolescencia, a kölcsefeledés meg az, hogy belenőjünk úgy a fiatal felnőttkorba. És ez a harmadik időszak, a identitás micsoda. Mikor megvan ugye az építmény, megvannak a belső berendezések, minden már, de ezt olyan szilárdá kell tenni, jön az a fajta borítása a háznak, lesz az a vakolat, lesz az a tetőzet, ami időálló, ami, hogy lett olyan, hogy azt nem tudja el a szél, azt az épületet. A teljes egésznek a komplettálása, hogy egy egységet képezzen, minden részletnek a szilárd egységi ötvözése, ez az identitás. Ugye önazonosság. Hát ki vagy te? Hova tartozol? Hol vannak a gyökereid? Ki fontos neked a világban? Mik az értékeid? Mik a meggyőződéseid? Milyen hitekkel élsz a világban? Erre válaszol az identitás. És a kamaszkornak egy úgynevezett biológiailag is szenzitív, idegrendszerileg is éhes arra, hogy jöjjenek olyan ingerek, hogy mutassa már meg valaki, hogy kell a világban igazol. Mit lesz, akinek boldog ember? Mik az értékeid?
célok, mik lehetnek a tervek, merre tartsak, mivé legyek, hogyan legyek valakivé, valamivé. Ugye ezek az alapvető és fontos kérdések. És az identitás a harmadik nagy építésében. A három nagy egységnek van szerepe. A szülőnek annyi van, hogy tolerálja főleg elszakadó érzelmére elvállaló gyermekének a minden zirkuszát azért szeretni és mellette állni, akármit csinál, nem gondolják le. Elkezd szakadni a gyerekkorból, a gyerek szerepből, anyámmal, apámmal való szerepből, és valahogy ki kell barnézni, bocsánat ezért a kifejezés, ki kell barnézni magamnak azt a új identitást, hogy én majd akkor, és második rackorszak, hogy én majd akkor mit csinálok, hogy csinálok, és meg kell védeni a gyereket önmagától. Önmagától, ez a szülő dolga. Önmagától megvédeni. Mit csinál az iskola e tekintetben? Itt van különös jelentősége annak a szövetségnek, ami az iskola és a szülők között egy szálon kell, hogy létrejön. Mert az óriási befolyásoló közeg a kortárscsoportok. Itt hatalom, a kortárscsoport hatalma lesöpri a szülői hatalmak, lesöpri a pedagógiai hatalmak. Egyszerűen ez a döntő. Tehát mi a feladatunk? A legfőbb feladat, ami a szövetségnek, jól működő szövetségnek a feladata, innen is, onnan is azt támogatni, hogy a gyereknek legyenek olyan közösségei, amikről mi tudjuk, hogy azok mégis milyenek. És tehát gondoskodni a gyereknek élménydús, közösségi életről, közösség. Tehát minden olyan dolgjaink, ami ilyenkor a közösségépítés irányába van, konstruktív közösség, közös tevékenység, közös célok, közös sport, közös valami olyan, ami konstruktív. És a közösséget meg tudtuk szervezni, hogy a gyerek szívesen megy focizni, szívesen megy cserkáncsozni, szívesen megy ilyen-olyan táborba, és így tovább szívesen megy tanulni különböző pszichológiai dolgokat, nagyon kíváncsiak egyébként, és nagyon jól tudunk velük dolgozni ilyen szempontból is. Szóval ilyen nyitott és lényegében értékekre éhes, és a receptre éhes gyerekekről van szó, hogy kell jól élni. És mivel egy gonosz ártalmas konzumvilágban élünk, egy fogyasztói világban, ami úgy átver minnyájunkat, manipulál minnyájunkat. Ömlenek ránk a reklámok, hogy vedd be, vedd meg, mert jó, ezt neked, mert megérdemlen, és így tovább. És megy a szöveg, hogy csak vásárolj, aztán közben dolgozz azért, hogy vásárolj, gyerek vele, ne törődj vele, hogy tönkre mész, fizikailag annyit kell dolgozni, ne érdekes, légyen pénzed, vedd meg. És ne hogyja, mit csak valami elromlik, mert van másik. És ez átmegy az emberi kapcsolatokra, és nézzék meg, hogy milyen ártalmasan kisugárzik ez az elidegenült konzumvilág a maga parancsaival. Már nincs igazi kötődés, hát nem megy az a kapcsolat, hát nem reparálom, áldobom, van másik. És sajnos borzasztó, tényleg nem akarom azt mondani, amit már mindenhonnan tudunk, hogy nagyon súlyos értékválságra vagyunk. És nagyon-nagyon kell, hogy mi, akik de bárkit így személyesen megkérdek, mindenki pontosan tudja, mi az igazi emberi érték. Én megkérdezem valakitől, hogy mondd, mitől vagy te boldog? Mikor voltál boldog az életedben? Mindenki valahogy úgy válaszol, nem úgy válaszolunk, nem ez a tapasztalat. Tehát a szeretteinkkel együtt vagyok, mikor megölellek, mikor én megölellek valakit, mikor kifejezem a szeretetet, mikor együtt vagyok azokkal, akiket szeretek. És akkor megkérdezem, és akkor mennyire felel meg ennek az életvitelnek? Tényleg? Attól vagy boldog, hogy együtt vagy a családoddal, mennyi óráta? Ő töltesztatott együtt a családoddal. Miért? Mert mind beveszünk manipulált szerencsétlenek azt az üzenetet, hogy ahhoz, hogy te jól élj és boldog legyél, ahhoz csak gőzfej élnék, nem tudom mennyi órát. Tehát nagyon szerencsétlen sorsba vagyunk taszítva, tehát meg kell védeni a gyerekeinket ettől. Tehát hogy védjük meg? Úgyhogy mi magunk próbálunk egy olyan mintát adni, de a kamaszvilágnak és adolescenciának, már nem a családi részekkel, úgy is megy kifele. De tudjuk már, hogy az iskola is merre segíti, meg merre segíti a családi hatások hát iránya is, és ha ebben megvan a megegyezés, hogy merre segítjük tovább. És gondoskodunk arról a szellemi tárról, ami kell a közösségi hatásokon keresztül. Akkor igazán olyan embereket nevelünk, és azt tudjuk elősegíteni, hogy legyen egy olyan jövőkép, amiben ezek a gyerekek megállják a helyüket az életben. Hát ezen a ponton azért fejeznék az előadást, hogy hosszabb is volt már, és elnézést kérek, ha túlságosan sok időt vettem igénybe, de az volt a feladat, onnan indultunk el, hogy a család feladata, az iskola feladata, kompetenciák, és hogy mikor mi a teendő. És ha így végig gondoljuk, hogy mi a teendő, hogy mikor, kinek, mi a feladata,
És ha valóban nem veszi az a pedagógus 25 000-et, mert ami a feladatáról, könnyű a személyiségformálásnak a elborzott helyzetekben a reedukáció, a pótló nevelés is az ő dolga. Hát lehetetlenség, gondoljunk bele, lehetetlenség, hogy tanítson, oktasson, képezzen és neveljen. Ezt mind kellene, hogy csinálja. Ebből mi volna a feladata? Megtanítani dolgokra, képezni az életet a cselekvéses készségek kialakítása, és a szülővel együttes nevelés. Egyből nem megy. Egyik oldalnak sem megy, de együtt nagyon jól. Erre próbáljuk törekedni. Köszönöm szépen! Thank you.